Nemes Gábort üdvözlöm a stúdióban. Szervusz, Gábor! Szervusz, jó reggelt kívánok a nézőknek! Rengeteget beszéltünk már Ferenc pápa enciklikájáról, az elméletről. Most egy picit beszéljünk a gyakorlatról. Hogy néz ki a Laudato Si a gyakorlatban? Én arra gondoltam ma reggel, hogy olyan témákat dobjunk be, amelyek közvetlenül a Szentatyától jönnek, és az ő kérései. Például az egyik, hogy van egy petíció az egészséges bolygó, egészséges ember, Healthy Planet, Healthy People, amelyiket a katolikus egyházba, a világegyházba gyűjtik az aláírásokat, és a glasgowi fenntarthatósági csúcsra, klímacsúcsra küldi majd el a Szentatya ezeket az aláírásokat. És ez azért fontos, mert megmutatja azt, hogy a mi mindennapi tevékenységünken kívül időről időre érdemes összefogni, összeállni, és egy üzenetet küldeni a világ vezetőinek, üzletembereknek. 125-en jelezték eddig kormányfők, államfők, hogy megjelennek Glasgow-ba. Tehát a Szentatya egy kis csomagot szeretne küldeni, nyilván valamelyik bíborosán keresztül, erre a tanácskozásra. És a közönségszolgálaton keresztül mi is szívesen segítünk akár kitölteni idegen nyelven ezt a petíciót. Tehát ez nem egy nagy dolog, amit kérnünk, és a Laudato Si mozgalmon keresztül a Szentatya kér, hanem egy néhány perces, de aktivitást igénylő. Ez a petíció, ez vajon mit foglal majd magában? Mire kell gondolni annak, aki szeretné kitölteni ezt a petíciót? Arra kell gondolni, hogy a klímaváltozás, az bőrünkön tapasztaljuk. Tehát most már olyan idők járnak, amikor mi is tudjuk, akár Európában, hogy ilyen hőhullámok, ilyen magas hőmérséklet korábban nem volt. A váratlan esőzések, egy kedves közös ismerősünk mesélte, hogy Németországban olyanokkal beszéltek, férfiakkal, akik sírva mesélték, amikor ez aktuális volt, hogy egy nem lévő folyó, nem lévő vize egyszer csak autókat, meg házakat elöntött. Tehát olyan helyre került víz, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, pedig hát árvizek voltak már Németországban is, ugye, korábban. Gábor, itt muszáj kérdést feltennem, mert én nagyon sokat találkozom ezzel a kérdéssel, hogy ugye a szélsőséges időjárás kapcsán, hogy a globális felmelegedés kapcsán, azt kérdezik, azt vetik fel sokan, hogy na de alapvetően is most a Föld egy olyan periódusban van, hogy globális felmelegedés. Ugye ezek a szakaszok mindig váltják egymást, és hogy nem kell ezt annyira túl gondolni, nem kell annyira komolyan venni, hogy ezt az emberek okozták, és hogy mit tehetünk róla, és hogy nem kell ezen változtatni, hiszen ez egy természetes folyamat. Most nyilván semmi sem fekete-fehér, lehet ebben igazság, de mennyi? Én azt gondolom, teljesen laikusként, hogy ha a tudósoknak nem hiszünk, akkor magunk alatt vágjuk a fát. Tehát ha egy modern karkötőt fölteszek, és azt mondom, hogy ha ennyi folyadékot iszom ma, vagy ha ennyit lépek ma, ez most nagyon divatos, talán beszéltünk is már korábban erről, hogy akkor az nekem egészséges, hogy akkor nekem jó. Hogyha egy mediterrán étrendet próbálok követni, hogy akkor az nekem jó. Tehát ez egy bizalom a tudósokkal. Na most a kormányoktól független, kormányközi testület tudósai szinte egyöntetűen állítják, hogy az embernek igenis köze van ehhez a változáshoz. Ez az egyik. Nyilván vitatják néhányan, a tudósok között is, de ez most már konszenzus. Mi én azt tanácsolom mindenkinek, aki ezt a kérdést feszegeti, hogy figyeljen oda novemberben a glasgowi klímacsúcsra, ugye 5 évvel ezelőtt, 6 évvel most már a párizsi klímacsúcson megállapodás történt. Tehát a hitetlenek ilyen szempontból akár vegyék elő videókon, hogy ott mi történt, micsoda hatalmas áttörés volt, és ehhez képest ugye a számokat nem hozzák. Annyira, hogy például Ausztráliában
gondolkodnak azon, hogy egyáltalán legmagasabb szinten képviseltessék magukat Glasgow-ba, vagy nem, mert lehet, hogy szégyenpadra kerül. Holott ott is olyan korábban nem látható bozott tüzek voltak, tehát az emberi cselekedetek, az emberi túlfogyasztás, a szénnek a túlzott használata, mert nyilván egy energia mixet meg kell tartani, egy átmenetről van szó, de a fosszilis energiáktól le kell szokni a világnak. Hát igen, ez egy következő nagy lépés. Ahogy itt beszélünk róla, ugye a cselekvést említetted, hogy az milyen fontos. Tehát, hogy anélkül az egyes ember a saját kis hétköznapi életében is már sokat tehet, mert talán erről is beszélünk, hogy pontosan mit. De ahhoz, hogy cselekvés legyen, és ne ilyen klímaszorongás, most erről beszélnek nagyon sokat, hogy fellépett ez a jelenség, hogy az emberek szoronganak attól, hogy féltik a jövőjüket, nem tudnak arról konkrétan semmit, hogy most hogy megyünk, vagy merre megyünk tovább. Ez szerinted azért van, mert nem elég pontosak a tájékoztatások erről, vagy nem olvasnak az emberek utána, vagy egész egyszerűen ennyire túlzott ez a negatív kommunikáció a témáról? Nyilván van ebben túlzás is, tehát ugye a szorongás, klímaszorongás az egy elég új jelenség. Viszont a cselekvéssel, a saját életem, a közösségem működésének a megváltoztatása apró dolgokkal, ez jót tesz annak, hogy nem csak ülök és szorongok, hanem valamit cselekszem, és igenis ezek összeadódhatnak, ezek az apró tettek, ez az egyik. A másik időről időre van hatásom a politikusokra, a képviselőkre, az üzleti életre, és most Skóciában erre van lehetőségem. Tehát, hogy az én szavamat hallassam. Lehet írni, hogy mit tartok fontosnak. Ez az egyik, ami nagyon fontos. Nyilvánvaló, hogy egy része az túlzott. Az túlzott, de meg kell érteni, ez nyilván a pszichológusok feladata, meg kell érteni azt, hogy ez miért van valakiben, a másik pedig, hogy az adaptációra fel kell készülni. Tehát független attól, hogy ki miben hisz ezen a területen, a hőmérséklet emelkedik, a mértéke az kérdéses, erre van ráhatásunk, tehát fel kell készülni arra, például a fák lombkoronája az még jól jöhet 40-50 fokba sok helyet, amikor egy villamosra várunk. Mi az, amire fel kell készülnünk, akár az éghajlat, akár minden más ilyen klímaváltozással kapcsolatosan, mi az, amire fel kell készülnünk, hogy ezt már nem tudjuk elkerülni, és mi az, amit még el tudunk kerülni? A tudósok, és nekik higgyünk, a tudósok egyértelműsítik, hogy ha minden úgy megy, ahogy eddig, akkor nehéz lesz a másfél fok, vagy két fok emelkedést is elérni. Illetve hát nem túlszárnyalni, mert az problémát jelent. Tehát a víz felértékelődik bizonyára, tehát folyadékot, ha lehet, ugye akkor használjunk, fogyasszunk ilyen melegben, az árnyék, és el kell gondolkodni az életmódon is. Van, ahol ilyen, ugye korábban elutaztunk Olaszországba, és ott nem tudom, 30-valány fok volt, és azzal találkoztunk, hogy siesta van. Tehát én azt gondolom, hogy a mi életformánkban is ennek előbb-utóbb jelentősége lesz, mert ne felejtsük el azt sem, hogy ami ugye jellemző sokfelé, hogy nagyon hűtött, légkondicionált irodaházakból pillanat alatt kiszaladunk a 40-valahány fokba, majd beülnek az autójukba az emberek, ami szintén légkondicionált, ez is nagyon, nagyon terheli nyilván a környezetet. Tehát a pulóver használat, például a japánok elkezdték ezt, hogy ne használjunk annyira magas légkondicionálót. Tehát igenis egy kardigánt föl lehet venni egy irodába is, nem csak otthon, és szóval, ha már így a fűtésről beszélünk. Igen, pont erre akartam kitérni, csak azért, mert ugye a Szentatyának van egy olyan mondata, hogy az emberiségnek még megvan a képessége arra, hogy együtt működjön közös otthonunk építésében. Na most akkor itt tudunk rátérni a gyakorlatra. Minden nap én például az életemben mit tudok tenni? Akkor itt van a fűtés témája, például igen, be tud jönni. Igen, tehát ezeknek nyilván az ellenőrzése,
kicsit lejjebb, tehát hogyha többen élnek együtt egy nagy szép családban, kellene kompromisszumok, hogy ott hány fok legyen, szellőztetni fontos, de a pulóver az egy bevett szokás, tehát hogy az ember öltözön egy kicsit föl. Ez az egyik, és ez a saját komfort érzetünk meg egészségünk. De megkezdődik most az őszi szezon, és évről évre tudósítanak, a média tudósít arról, hogy bizonyos területeken, Magyarországon is le kell zárni, le kell lakatolni a műanyag szelektív gyűjtőt, mert a PET palackokat onnan ellopják. Miért lopják el novembertől áprilisig? Azért, mert sajnos sokan teljesen félreértik ennek a fűtési hatékonyságát, és azt gondolják, hogy ha műanyaggal, rongyal, szeméttel fűtenek kétségbeesésükben, rossz helyzetükben, akkor abból valami meleg lesz. Nagyon alacsony, viszont rendkívül ártalmas. Tehát én azt gondolom, hogy ahol vidéken, esetleg kisebb falvakban, térségekben, akik ott élnek, és éreznek valami furcsa szagot, furcsa színezetű levegő jön ki a kéményből, igenis, menjenek el a polgármesteri hivatalba, jelentsék be, hogy vajon aki ott lakik, az kap-e fűtési támogatást, igényelte egyáltalán, többen élnek-e ott, és hogyha a polgármesteri hivatalnak van erre lehetősége, hogy ezt ennek utána nézzen, és így el tudjuk kerülni azt, hogy emberek a saját kihűtött szobájukban, lakrészükben vagy viskójukban fagyhalált szenvedjenek. Mindig arról beszélünk, és azt ugye látjuk, hogy az aluljárókban, hogy erre-arra a nagyvárosban hajléktalanok vannak. Ma is, hát ezekről mindenki tud személyes tapasztalat alapján beszélni, de megrendített itt a keleti pályaudvarnál, hogy éjszaka valaki 6 kukából csinált, nagy kukából magának egy kis kuckót ott a metró lejáratnál. Tehát ezek az utcai problémák, de ugyanígy a Laudato Si szellemében tegyük meg azt a plusz lépést a szegényekért, hogy a fűtésüket akár segítsük adománnyal, vagy egyszerűen csak jelentsük be azt, hogy itt bizony egyébként mérhető is, újságírók szeretnek ilyenkor kimenni és mutatni, hogy ott milyen káros levegő van. Mert ez egy öngyilkos tett tulajdonképpen, csak az emberek nem tudnak róla. Igen, nagyon sokan mondják azt, hogy jó, hát én odafigyelhetek arra, hogy megóvjam a környezetemet, vagy a szűkebb, nem tudom, lakóövezetben ott a ház körül próbálok rendet rakni, jó, én ezt megtehetem. De hát ez nem elég, én ehhez egyedül kevés vagyok. És akkor erre szokták mondani, hogy ha mindenki így gondolkodik, akkor ugye nem áll össze egy egész, és nem adódik össze a sok kicsiből egy nagy erő, ami tulajdonképpen viszont előre tudja mozdítani az ügyet. Igen. Én azt gondolom, hogy most még lesz egy nagyon nagy lehetőségünk, a szinódus. Tehát mindenki, ahova tartozik, plébánien hallassa szavát. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk az Isten kapcsolatunkról, beszéljünk az embertársakkal való kapcsolatunkról, ebben ugye a szegények is benne vannak, és harmadrészt a természeti környezetről, akár azt, hogy egy közösségben, egy plébánián, bárhol hogyan működünk, például az energia tekintetében, milyen lehetőségek vannak, a közösség mit tud tenni, hogy ez mondjuk hatékonyabb legyen, van erre lehetőség, vagy egyszerűen apró, banálisnak tűnő dolgok, de hogyan szervezünk meg egy agapét, mit csinálunk a maradékkal, szíveskedjünk előrejelezni, hogy megyünk azért is, hogy úgy készüljenek, ne legyen fölösleges maradék, akkor arra már előre készülni, hogy ha marad mégis, akkor kinek vigyük, hova vigyük, hogyha ez ugye lehetséges, és az eszközök. Vigyük magunkkal azt az egyetlen bögrét, és már is nem kell annyit mosogatni közösen. Cseréljük le ezeket az eldobható eszközöket, most ugye a jogszabály is, a műanyaggal sok minden újat bevezettek, de legyünk találékonyak, és ugye 2-3
kedves ember mindig süt, hogyha egy ilyen agapé van, de ott vannak 20-30-an, hát az a másik 27 vagy 37 ember az vigyen otthonról bögrét. Ne ezeket a műanyag palackokat használjuk, ha jó a víz, csapvizet, és így lebontva lehet igenis újítani, megújítani akár a plébániai életét. Igen, itt a csapvíz kapcsán, hogyha megengedsz egy kérdést, ez is egy olyan vitatott dolog, hogy most akkor egészséges a csapvíz, érdemes-e azt inni, vagy a palackozott ásványvízet jobb beválasztani, mármint az ember egészsége szempontjából. Tehát, hogy meg akarjuk óvni a földet, de közben az ember nem biztos abban, hogy most akkor milyen vizet igyon, mert nem tudja, hogy mennyire egészséges. Én azt gondolom, hogy ezt is mérni kell. Tehát például korábban egy munkahelyen ott állandóan ilyen palackozott vizek voltak, és aztán egyszer csak egy mérési sorozat után a csapvizet kapcsolták be, és a közös kútról csapvizet fogyasztottunk. Ez a pénztárcának is jó, de az egészségnek is, és ugye műanyagot megtakarítottunk. Viszont ami fontos valóban, hogyha egy intézmény vagy egy plébáni esetében, hogy igenis szálljunk rá, hogy ezt döntsük el, és ezt megint csak méréssel ezt meg lehet tenni, akár szakemberek megmondják, hogy milyen gyakran kell mérni, és kész. De egyébként nagyon sok helyen iható Magyarországon a csapvíz. Nagyon sok helyen. Most már lassan az utolsó kérdéshez közeledünk. Visszatérve a petícióra, tehát aki szeretné hallatni a hangját, vagy elmondani a véleményét, akkor az hogyan teheti meg konkrétan még egyszer a petíció nevét, elérhetőségét mondjuk rá? Én azt javasolnám, hogy a közönségszolgálaton keresztül, tehát az egészséges ember, egészséges bolygó, ez a címe, amit a Laudato Si mozgalmon keresztül a Szent Atya szorgalmaz, hogy minél több katolikus hívő is írja alá, és ezt fogja majd eljuttatni a világ vezetőihez, Skóciába, a Glasgow-i csúcsra, hogy mi ezzel nagyon törődünk, tehát számunkra rendkívül fontos a bolygó jövője, és ők is tegyenek meg minél többet ennek érdekében. Hát akkor tegyünk meg minél többet. Köszönöm szépen, Gábor, hogy bejöttél hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.